elérkezett a 10. kiadásához a Marosvásárhelyi Stúdiumborudvar. A jubileumi eseményen a korábbi évekhez hasonlóan a hazai és magyarországi boroké lesz a főszerep, de készülnek táncházzal, koncerttel és egészségtudatosító előadásokkal is. A helyiek által jól ismert Marosvásárhelyi borudvar elérkezett a 10. kiadásához. Idén augusztus 29-től csütörtöktől vasárnapig 46 borászat, 6 borkóstoló, több mint 160 féle bor különlegesség várja a látogatókat a Forradalom utca 8 szám alatt. Tekintettel arra, hogy a 10. Marosvásárhelyi Stúdium borudvarról van szó, 10 koncerttel is készülnek. Csütörtöktől egy egészségtudatosító, prevenciós előadássorozat is kezdetét veszi, kerekasztal beszélgetés formájában az alkohol szerepéről a társadalomban, illetve szombaton onkológiai témákról is beszélni fognak. A finom borok, ropogós borok mellett, jó zene mellett a legfontosabb szerepe a találkozásoknak, barátságoknak, újra beszélgetéseknek, kibeszéléseknek van. Én azt gondolom, hogy a 10. jubileumi borudvar legnagyobb megvalósítása, hogy árközeli, elérhető árokon hozza mindezt a marosvásárhelyiek számára. A fővédnök szerint a jubileumi borudvart akár több mint borudvar szlogennel is lehetne népszerűsíteni, hiszen minőségi sajt és borkereskedésnek helyszínt adó térrel, táncházzal, filmvetítéssel is készülnek. A kisküküllő borlovagrend nagymestere szerint a borudvar nagy jelentőséggel bír a borkultúra kialakításában. Mi a borrendünk összejártuk az egész borvidékeket, Ausztriától, Svájcig, Franciaország, Dél-Tirol, Dél-Afrikába. Mindenhol nagyobb a borkultúra, tehát az emberek, neveztünk Olaszországba. Minden ebédnél egy pohár bor van, vacsoránál egy pohár bor van. Úgy vélte, a bor mértékletes fogyasztása jót tesz a szervezetnek. A szervezők elmondása szerint pedig a 6 borkóstoló közül 2-nek a teljes bevételét a Magyar Ózdi Terápiás Otthon támogatására ajánlották fel.